ez a sorok a szívem csücske nekem személy szerint, mert ugye ebben én személyesen részt vettem. Szabó József a Vidi korábbi legendás csatára, az 1984-85-ös UEFA kupa szezon gólkirálya tartott tárlatvezetést a múzeumok éjszakájához kapcsolódóan a Vidi Múzeumban szombat este. A rendezvényen az érdeklődők a találkozás a sportlegendákkal program keretében találkozhattak a fehérvári klubikonnal. A Videóton Múzeum ugye az a labdarúgó klubról szól, tehát itt rengeteg erekje van, rengeteg olyan dolog, amit máshol nem lehet látni, csak itt, és hát szeretettel várjuk itt a szurkolókat, érdeklődőket, és hát ha bármilyen kérdés van, akkor nyugodtan tudunk válaszolni, hogyha meg tudjuk válaszolni, persze, de hát általában meg tudjuk válaszolni. Szabó József egyebek mellett arról is beszélt, hogy mennyiben tekintenek másként a szurkolók a mai labdarúgásra az ő idejükben tapasztaltakhoz képest. Változott, mert ugye igényesebbek mostanai szurkolók, mert ugye az égi csatornákon rengeteg mérkőzést látnak, és van összehasonlítási alap, tehát ugye próbálják ahhoz mérni a mai labdarúgást, a magyar labdarúgást, meg mi időnkben ugye itt vasárnap este volt egy 2 perces összefoglaló a külföldi bajnokságokról, tehát nem voltunk úgy képben európai futballal kapcsolatban. Ma meg ugye hát minden adón, minden csatornán futball van, tehát itt van összehasonlítási alap, és hát az elvárások is most már ahhoz igazodnak a magyar labdarúgással kapcsolatban. A Vidi Múzeumban az interaktív múzeum túra keretében mezkiállítás, filmvetítés, valamint régi és új focis játékok várták a vendégeket a Kölyök klubban. A látogatók egy kvízjátékon is részt vehettek, a helyesen válaszolók között Vidi Shoppos ajándékcsomagot sorsoltak ki a Fehérvár FC felajánlásával.